Hétköznapok, a Hitrádió interaktív világnézeti műsora. Aktuális társadalmi, közéleti és spirituális kérdésekre keressük a választ a Hit gyülekezete lelkészeivel és szakértő vendégeinkkel. Keresztény szempontok, értékrend, világnézet, érvek és ellenérvek. Hitköznapok. Minden hétköznap déltől és este 19 órától itt a Hitrádióban. Hitköznapok. Szeretettel köszöntöm a Hitköznapok hallgatóit, élőben jelentkezünk a Hitrádió stúdiójából, és itt van velünk a vonalban Lövi Korponai Berenike életvezetési tanácsadó. Szervusz Berenike, köszöntünk a műsorban. Szervusz Tamás, én is köszöntöm a kedves hallgatókat. Illetve Kis István, a Hit gyülekezete lelkésze is itt van velünk. Szervusz István, téged is köszönjük. Szervusz Tamás, üdvözöljük a hallgatókat együtt, és szia Berenike, mi régóta ismerjük egymást. Úgyhogy nagy szeretettel köszöntelek, remélem jó műsorunk lesz. Igen, illetve velünk van Berenike kisfia is egyébként, őt is nagy szeretettel köszöntjük. Nem túl vidám a témánk, de fontosnak tartom, hogy beszéljünk róla, az öngyilkosság kérdésével fogunk foglalkozni. Egyre több hírt olvastam az elmúlt napokban, sikeres, mert mintha ezt lehet sikeresnek nevezni, hogy valaki túlélni, de hogy például ilyet lehetett olvasni, hogy valaki kiugrott egy emeletes ház tetejéről, és akkor egy autó tetejére esett és túlélte. Ez egy jó hír, de olyat is lehetett hallani, ahol meg sajnálatos módon elhaláloztak az öngyilkosok, sőt másokat is megöltek. Szóval arra gondoltam, hogy egy kicsit foglalkozzunk ezzel a témával, már csak azért is, mert számomra is meglepő módon azért gyakran hallok olyat, még keresztény körökben is, hogy az öngyilkosság gondolata az bizony sok embert megkísért időnként, és hogy foglalkoztatják ezek a dolgok. Először akkor Berenike, téged kérdeznélek, hogy vannak-e olyan tipikus, akár lelki, akár fizikai problémák, betegségek, aminek következtében az öngyilkosságra való hajlam kialakulhat? Hát igen, ez egy nagyon-nagyon összetett kérdés. Ez elvileg nem számít betegségnek maga az öngyilkosság, ugyanakkor minden pszichiátriai szakirodalom tankönyv alapvetően külön tárgyalja, és azokat a betegségeket, mentális problémákat, szociokulturális helyzeteket is, amik mind ide vezethetnek. És az a helyzet, hogy vannak olyan jelek, amikre oda lehet figyelni, amik okozhatnak ilyen gondolatokat, vagy akár ilyen kísérletet. Például a krónikus stressz, nyilvánvalóan a depressziós vagy mentális zavarok, erős szorongás, egy nagyon súlyos, főleg fájdalommal, életminőség, nagyon erős életminőség romlással bíró betegség ilyen lehet, de ilyen lehet, ha valaki egy nagyon rossz konfliktus millióban, rossz bánásmódban él, esetleg erőteljes szerep konfliktusban van, tehát mondjuk akár foglalkozási stressz, vagy a családi vagy magánéletében vannak olyan folyamatos konfliktusok, amik állandó stresszt okoznak, akkor ezek például nyilvánvalóan jelei lehetnek annak, hogy erre veszélyeztetett az illető, és arról meg ne is beszéljünk, hogyha valaki izolált, magányos, elszigetelt, vagy már volt a családjában, a közelében ilyen elkövetés, akkor ugye az modellkövetés is lehet, ami ezek mind veszélyeztető tényezők. Tehát ha ezek fennállnak, akkor ezek mind utalhatnak arra, hogy akár veszély, ilyen öngyilkossági veszély lehetséges. Szerinted, amikor valaki öngyilkosságot kísér el meg, vagy követel, akkor azt hirtelen felindulásból teszi, vagy ez egy ilyen éveken áthúzódó gondolatból kialakuló valami, amit aztán egyszer csak végrehajt? Nagyon összetett, nagyon sokszínű a kérdés, és nagyon bonyolult kutatni, talán a legalaposabb kutatást, meg az egyik legnagyobb amerikai neve az Edwin Schneidman, ha valakit érdekel, az ő kutatásába érdemes utána nézni. Leginkább a gyilkosságot túlélőknek a nagyon alapos vizsgálata az, ami talán valami információt ad. Alapvetően négy típust különböztet meg, az ő elképzelése természetesen mondjuk egy szociológiai vonalról, mondjuk a Durkheimről egész más oldalon közelíti, meg ha valakit érdekel a téma ebből a szempontból, akkor Emil Durkheim az, akinek talán nem klasszikusan vizsgálta a témát. Szerintem szerint azért mondjuk a négy alapvető típus, ami tényleg felelhető, azért egész más vonulatot követ, és más menete van.
vannak az úgynevezett halálkeresők, a halálvállalók, a haláltagadók és a halálkihívók, így is szokták mondani. Például azt mondom, hogy a halálvállalók nagyon sokszor azok a nagyon idős, nagyon izolált, nagyon súlyos betegségekkel szenvedő emberek, akiknek egyébként sincs annyira remény, de az ad egyfajta, most azt nem mennék bele, hogy ez hamis-e vagy érthető, mert ez egy rendkívül szenzitív érzéke, nagyon nagy empátiát igénylő kérdés, az, hogy mondjuk egy nagyon sűrűs rákbetegség, vagy bármilyen fájdalomban döntenek úgy, hogy nem csinálják végig ezt a borzasztó folyamat, hanem ők döntenek arról, hogy akkor vállalják, de kevesebb fájdalommal, több méltósággal. Egészen más az, akik mondjuk valamiféle vallásos, vagy ideológiai, vagy egyéb nézetből, hogy ez a haláltagadók, akik alapból arra gondolnak, hogy ezzel olyan tettet hajtanak végre, ami majd egy jobb világba viszi őket, és egészen más az is, akik azért keresik, mert mondjuk ilyen nagyon erős depresszióval, tehát ők a legveszélyeztetettebbek a keresők, akiknek már olyan érzelmi fájdalmai konfliktusai vannak, hogy arra jut, ők sokáig fontolgatják, hogy nincsen megoldás. Tehát egyetem beszűkül a látásmód, ez is egy jellemző dolog egyébként, hogy sokszor az ilyen konstruktív megoldókészségük, megoldási stratégiáik nem léteznek, hanem nagyon mereven, végzetszerűen, traumatikusan gondolkodnak, amiben ez egy elfogadható és működő alternatíva. És nyilván a halálkihívó típus az pedig igazából nagyon sokszor ők azok, akiket úgy hívnak klasszikusan, hogy last cry, tehát hogy ők még nagyon próbálnak segítséget kérni, a kísérleteikkel egy nagyon erős impulzust adni a környezetnek, hogy baj van. Tehát tulajdonképpen nem az elhalálozás a céljuk, hanem hogy felhívják magukra a figyelmet. Igen, ezeknek a típusú embereknek. Ha megnézed, vagy bárki belegondol, mind a négy egészen más menetet, folyamatot feltételez. És hát a bizonyítékok azt is mondják, hogy egészen más folyamaton keresztül működnek. Szerinted azok, akik tudatos öngyilkosságot követnek el, azok tisztában vannak azzal, hogy a halál után folytatódik a létezés és az élet, vagy ők nem gondolkodnak abban, hogy mi lesz a halál után? Nézd, itt ez is nagyon különböző, mert például amikor volt ilyen több, hogy ilyen szektás, olyan típusú öngyilkosság, ahol egyúttal úgy gondolták, hogy csak elég furcsa mondani, hogy egy másik világba folytatják, vagy hát most mondjuk ki őszintén, erről a témáról is kell beszélni, mert egy abszolút kulturális, ideológiai és kulturális jellemző mondjuk az iszlám öngyilkos merénylők, ők egy nyilvánvalóan ott van egy kimondottan ideológiai, beli, szellemi, spirituális és egyéb kulturális elképzelés, hogy van mögött, és egész máshogy ítélik meg, ami ennyien szóval ijesztő is, hiszen ők kulturálisan nagyon értékelik ezt, és erős a modellkövetés. Ez a másik probléma, hogy ez nem csak lélektani, ez legalább annyira szociológiai, szociálpszichológiai, kulturális kérdés is, hiszen például Japánban egészen más, hogy állnak hozzá a öngyilkos kultúrához, illetve így például ezt mondtam, az iszlám mondjuk akár egy palesztin vonalon is egy egészen más kívánatos történetnek, és elfogadott, sőt értékelt, meg követett modell. Valamennyire Magyarországon is jellemző az, hogy inkább elfogadott, és családilag is követik, de mondjuk nem elvárt. Viszont nem is bűnnek, és nem is devianciának, vagy megbélyegzetten kezelt dologról van szó. Még adott esetben van olyan kultúra vagy értékrend, ami nagyon nagyfokú védelmet nyújt. Például azért is, mert ezt is jelzi, hogy ennek milyen vonzatai vannak, és hogy nem jó megoldás. Tehát mondjuk a zsidó-keresztény kultúra egyértelműen egy nagyon erős védőfaktor. A tapasztalatok és a kutatások szerint is. És akkor végezetül egy utolsó kérdés, hogy ha valakit foglalkoztat az öngyilkosság gondolata, vagy hogyha tudjuk, hogy a környezetünkben van olyan, aki már megkísérelt ilyet elkövetni, vagy látszik rajta, hogy depresszív alkat, és mondjuk ki is mondja, hogy ő már nem akar élni, akkor ezeken az embereken lehet segíteni?
Abszolút. Nagyon is lehet, és hát gyakorlatilag a krízisintervenciónak, a krízisterápiának az eszközeit és a szemléletét szokták kezükbe folytatni. Az az a tapasztalat, hogy például akár egy telefonos segélyszolgálat, a személyes segítség, meg még hatványozott a jobb, az ilyen helyzetekben szó szerint életmentő. És át tudja hangolni, tud olyan táppontokat, segítséget adni a személynek, amiben gyakorlatilag az ő értékét, az ő életének az értékét, illetve a problémáira lehetséges konstruktív megoldásokat, megküzdési stratégiákat lehet tanítani, támogatni, kommunikálni felé, illetve itt nagyon sokszor, ha például az a legfőbb probléma, hogy teljesen elmagányosodott az illető is, értékét és életcéljait vesztett, akkor maga az emberi kapcsolat önmagában már egy visszavezető út, egy segítség lehet. Hogy látod egyébként, mennyire fordulnak szakemberhez azok, akik ilyen jellegű problémával küzdködnek, vagy mennyire van inkább szükség arra, hogy a környezet orientálja őket a segítségnyújtás irányába? Azért is mondtam a legelején, hogy milyen tünetek kockázati tényezőkben nagyon fontos, hogy legyen olyan társas háló, olyan társas támogatás, akik adott esetben szakemberekhez küldik. Nekem az a gyanúm, hogy a statisztikák szerint, ami szerint például a nők nagyon sokszor követnek el, és nagyon sokszor ez az a figyelemfelhívó segítségkérő jellegű. Tehát önállók valószínűleg könnyebb és könnyebben is kommunikálnak, illetve kérnek és fogadnak el segítséget. Az a tapasztalat, hogy férfiak körében viszonylag kevesebb, viszont ők sokkal drasztikusabban követik el, tehát sokkal több az azonnal befejezett sajnos végzetes öngyilkosság. Tehát valószínűleg úgy általában a nagyon kulturális kérdés is persze, nagyon sok férfi kevésbé kér segítséget, vagy már így önmagában az, hogy segítségre szorul a számára egy mértékelési probléma, vagy nem hisz ebben, mert egyébként sem voltak ilyen kapcsolatai. Nagyon-nagyon összetett, rendkívül sokszínű az a tapasztalat, hogy korosztályban is, különböző korosztályban ugyanúgy megjelenik más-más indítatásból, más-más jelleggel. Tehát gyakorlatilag én azt gondolom, hogy ebben mindig fontos, hogy figyeljünk oda, és igyekezzünk segíteni, mert mindig nagyon-nagyon jó esély, és nagyon nagy arányban segítséget jelenthet egy olyan társ, olyan ember, aki támogatólag lép föl egy ilyen helyzetbe. Egyébként tudom, hogy nincsenek most gondolom előtted statisztikai adatok, de van arra bármi adat, hogy mondjuk a férfiak vagy a nők körében gyakori, vagy hogy melyik életkorban, vagy itt tényleg az van, hogy minden helyzet más és más, és mindegyik egyedi? Én szerintem rendkívül komplex összetett a dolog, tényleg nagyon sokféle, de amit mondtam az, hogy konkrétan három állítólag, vagy régebbi statisztika szerint kb. 3-szor annyi nő tesz rá kísérletet, viszont a befejezett, sajnos végzetesen sikeres öngyilkosságoknál, mert több a férfi, mert ők már ilyen talán elszántabban, vagy az is a tapasztalat, hogy legtöbbször kegyetlenebb, agresszívebb módszerekkel teszik ezt meg. Tehát azért gondoljunk bele, hogy illetve ott is nagyon sok olyan van, amikor például nem tudja megállapítani a szakember sem, hogy ez most csak egy kísérlet volt, és figyelemfelkeltés, mint nők részéről gyakori lehet, vagy egy rosszul sikerült mondjuk, tehát, vagy valóban szeretett volna meghalni. Most egy nagyon tipikus példa, sok-sok évvel ezelőtt az első szépségkirály, aki 17 évesen öngyilkos lett, begyógyszerezte magát, ott nagyon, hát a kutatások és a vizsgálatok is nagyon azt mutatták, hogy azért volt különösen tragikus a Csillának az esete, mert nem bírta a hirtelen rátörő stresszt. Egyébként pont a nemrég olvastam el Friderikus Sándor riportkönyvét erről. Tehát ez kísérlet volt, kiáltás, és sajnos túl jól sikerült. Igen, és ugye ott is azért számos családi dolog közrejátszott, nyilván a környezet, a média, a minden, tehát hogy az egy nagyon tanulságos történet például, és azt az öngyilkosságot például meg lehetett volna előzni, ha például a szülők odafigyelnek a gyermekükre.
Nagyon is, ha megengedő, még a műsorba belefér egy, amivel én találkoztam, ami rendkívül tragikus volt 10-15 évvel ezelőtt a gyermekvédelmi kutatás kapcsán, ami miatt ez nagyon fontos, gyermekéleti szolgálati szakemberrel készült interjúban, hogy egy erősen felnőtt pszichiátriai beteg folyamatos öngyilkossági készítéssel kezelt anya, aki pedig pszichiáternek a kezében volt, és tudták, hogy gyógyszerezi magát, tehát oda kell rá figyelni, és tudtak elvileg arról, és ez egy nagyon megrázó szakmai hiba is volt, vagy szakmai hiba, nem is figyelmetlenség, hanem hiba, hogy a 13 éves kiskamasz az anya által egyedül nevelt kislány nem figyeltek oda, nem vonták be időbe a gyermekjóléti szolgálatot. Az anyukának, ami nagyon ritka egyébként, hogy akkor megteszik, ha család van, csak hát itt nem volt annyira erős család, csak egy gyermek. Sajnos az anya így gyógyszeres és pszichiátriai kezelés mellett is elkövette harmadjára, negyedjére sikeresen, és az igazán különösen nagy tragédia az, hogy a kislány tipikusan modellkövetés, mert 2 héten belül újra csinálta, és elsőre sikerült ugyanazzal a módszerrel, gyógyszerekkel. Egyébként ebből gondolom, hogy mivel vannak, akik elkövetik a kísérletet, és utána sem, tehát hogy vannak, akik utána is elkövetik. Tehát, hogy ebből az tűnik ki, hogy nem mindenkire igaz az, hogy az első után megbánja. Ez így van, illetve egyetlen egy olyan neurológiai, amiről én tudok, kutatási eredmény van, amit megerősítettek, hogy az úgynevezett szerotonin, ez egy neurotranszmitter, vagy tehát ide egy ingerület átvívő anyag, ami egy olyan hormon, ami egyébként jókedvet, harmonikus közérzetet is okoz többek közt. Azt megállapították, és ez egy adat, tehát ez egy konkrét tény, hogy rendkívül alacsony a mennyisége, a kívánatosnál alacsonyabb az öngyilkosoknak a szervezetében, és nem azzal van összefüggésben, hogy a depressziónál is előfordul, mert nem. Mert olyanok is elkövették, akinek semmilyen depresszióra mutató jelük nincs, illetve depressziósok is, akiknél nincsen ilyen hormon probléma, viszont azzal összefüggéseket találtak, hogy sajnos az agresszió, akár önmagunk ellen. Tehát az agresszív készítés, az ilyen érzelmi impulzivitás viselkedés, az nagyon is összefüggés van a szerotoninnak az alacsony szintjével. Tehát mondjuk ez azt is jelenti, hogy adott esetben nem is gyógyszeres és egyértelműen terápiás kezeléssel segítségnyújtással nagyon sokat lehet tenni azokért az emberekért, akik ettől a késztetéstől is egyáltalán ebben szenvednek. Nagyon szépen köszönjük, hogy mindezt elmondtad nekünk, illetve buzdítjuk azokat, akik esetleg úgy érzik, hogy segítségre van szükségük, hogy akár jelentkezzenek a Hitgyülekezete lelki gondozó szolgálatánál is, a hit.hu-n egyébként a pszichológusokból, tanácsadókból és lelkészekből álló csapattal fel lehet venni a kapcsolatot, tehát a hit.hu-n lehet az elérhetőségekkel kapcsolatban bővebb információt szerezni. Lövinék Korponai Berenikék, köszönjük szépen! Én is nagyon köszönöm. És akkor itt a stúdióban pedig folytatjuk Kis Istvánnal, a Hitgyülekezete lelkészével. Nem tudom, István, hogy ezekhez a gondolatokhoz van-e hozzáfűzni? Abszolút, szeretnék hozzászólni. Először is tegye fel a kezét az, akinek még nem jutott eszébe, hogy állítsátok meg a világot, ki akarok szállni. Ezt viccesen mondjuk, de mindegyikünk életében vannak olyan helyzetek, amik azt mondjuk, na ebből elég. Tehát ez. Most az a nagy kérdés, hogy hogyan reagálunk erre, illetve a másik oldalról, ha most lelkészként nézem a dolgot, az ördög az, ugye, aki kezdettől fogva embergyilkos, az az ő terve, hogy megölje az embereket, mondja János 10-ben Jézus, hogy azért jött, hogy jöjjön, lopjon és pusztítson, én pedig azért jöttem, mondja magáról Jézus, hogy életük legyen és bővölködjenek. Na most ugye tipikusan az egy nagy kérdés, itt az elhangzottakból látjuk, vagy hallottuk, hogy az a pusztító, aki mindenképpen el akarja pusztítani az embert, mert mindegyikünk életére támad, hol így, hol úgy, betegséggel, vírussal, rossz érzésekkel, lelkiállapottal, késsel, fegyverrel, valamivel, kívül van vagy belül van. Ugye van, amikor kívül van,
és olyan a környezet, hogy megvető, megalázó, elvető. Korábban volt szó erről, és beszéltünk itt is már prédikációban is elhangzott, hogy hát ugye az egy dolog, hogy valakivel szemtől szembe közlik, hogy nem kívánatos személy vagy, és akkor az illető vagy rosszul érzi magát, és elindul ebbe a depressziós irányba, vagy fogja a sátorfáját, és odébb megy, és keres egy olyan helyet, ahol azt mondják neki, hogy de jó, hogy megjöttél. Mert egyébként ugye Jézus erre biztat bennünket, hogy szeressük egymást, de van egy alattomosabb fajtája ennek az elvetésnek, megvetésnek, amit úgy mondhatnánk, hogy gyilkos közöny. Amikor nem mondjuk, hogy haragszunk, nem mondjuk, hogy nem kívánatos a jelenléted, de senki nem foglalkozik az illetővel. Ez lehet, hogy még rosszabb, nem? Rosszabb, mert érthetetlen. Mert nem nyilvánvaló, hogy mi van, csak az eredmény egy rettenetesen rossz közérzet, amiből aztán az ember úgy érzi, hogy hát most akkor ebből a világból tényleg ki kéne szállni. Amikor én kaptam a felkérést, mondhatom így tovább, hogy ebben a témában beszélgessünk, akkor elkezdtem gondolkozni, hogy találunk-e a Bibliában öngyilkossági eseteket, és akkor ezen morfondírozva, hát rögtön eszembe jutott, hogy bizony-bizony Illés a Kármelhegyi nagy vetélkedő után, ahol az Úr hatalmas győzelmet aratott, megkapta Jézabelnek az üzenetét, hogy na majd hónap reggel, már te neked is annyi, és akkor elindult, menekült Jézabel elől, és elhagyta a szolgáját is, letette, elment egészen a sivatagba, délfelé, és a fenyőfa alatt panaszkodott Istennek, hogy vedd el az életemet, elegem volt. És vannak ilyen helyzetek, most ezt kivéve a bibliai sztoriból, tehát van ilyen, amikor egy ember elérkezik oda az életébe, hogy elegem volt, én ezt már nem akarom tovább csinálni, csak ugye nem mindegy, hogy mire néz. Ugye Illést kívülről támadta Jézabel, Isten védelme megjelent, az angyal hozta a pogácsát és a pohár vizet, kétszer is, és itt, ahogy elhangzott, Berenike mondta az előbb, hogy ez a bizonyos segítség, bizony sokszor kenyér, vagy pogácsa, egy pohár víz, most ezt értsük, kiterjesztett, átvitt értelembe is, hogy egy jó szó, egy emberi kapcsolat, és tényleg egyébként lehet, hogy egy étel, ha igen, úgy adódik, vagy egy pohár víz, nem véletlenül mondja, hogy aki egy pohár vizet ad, igen, a próféta jutalmával utalva,